A Magyarország rendelkezésére álló vidékfejlesztési, illetve a hazai társfinanszírozással együtt 12 ezer milliárd forintos uniós összeg 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítja a kormány. Hangzott el a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Által szervezett országos konferenciasorozat nyíregyházi állomásán. Az előző 2007 és 2013 közötti ciklushoz képest a források koncentráltabban jelennek meg a most kiírt vagy kiírásra váró pályázatokban, azaz csökken a pályázók adminisztrációs terhe és egyszerűbben lehet támogatáshoz jutni. A kormányzat az elérhető források nagyobb részét a pályázatokon keresztül már meghirdette, 2017-ben pedig az elnyert összegek kifizetése is megkezdődhet. Már most több mint 75%-át a rendelkezésünkre álló forrásoknak meghirdettük, több mint 290 darab pályázat elérhető már és nyitva áll a kedvezményezettek számára. A jövő év elején ezt a munkát be is szeretnénk fejezni, tehát az összes pályázatot meg fogjuk hirdetni, és utána folyamatosan elkezdődnek természetesen a kifizetések is a projektek előre haladásával. A miniszterelnökség által készített szakmai anyag szerint a megítélt források tekintetében több mint 100 milliárd forint támogatási összeggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos viszonylatban Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén után a harmadik helyen áll. Van egy másik összehasonlító adatunk is ezzel kapcsolatosan, itt a megyék közötti rangsorban, ez pedig azt jelenti, hogy az egy lakosra jutó megítélt forrásokkal kapcsolatosan, pedig a 240 ezer és a 300 ezer forintos sávban foglal helyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt azt jelenti, hogy a megyék közötti versenyben, ha így tetszik, az első harmadában foglunk helyet. Én azt mondhatom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jól áll. A megye 2020-ig 91 milliárd forint brüsszeli támogatást használhat fel céljai eléréséhez, a területi operatív programba eddig 600 pályázat érkezett a forrás értéket jóval meghaladó 108 milliárd forintos támogatási igénnyel. A területi operatív programot illetően már döntési helyzet előtti állapotban vagyunk. A Döntéselőkészítő Bizottság szerintem decemberben el tudja kezdeni a munkáját, és talán decemberben már döntés előkészítések is lesznek bizonyos pályázati kiírásoknál a topot illetően. Az országos konferenciasorozattal az operatív programok hatékony és eredményes megvalósításához nyújt segítséget a támogatást igénylőknek és a kedvezményezetteknek a szervező Széchenyi Programiroda.